Ungváron már ötödik alkalommal rendeztek emléktornát négy kárpátaljai csapat részvételével az Ungvári Ifjúsági és Gyermeksportiskola növendékei, Olena Nagy, Irina Jaskó és Szabina Krupka tiszteletére. Az eseményt az UEFA a Futball Hete Ukrajnában programja keretében tartották meg. Az esős időjárás ellenére a lányok lelkesen és odaadóan játszottak. Most le vagy sászban, Lehet, hogy elcsépelt dolgot mondok, de életem része a futball. Gyermekkorom óta játszom. Hála az edzőknek, lassan profi csapattá válunk. Alapos felkészítést kapunk mindenből, ami a futballhoz kapcsolódik. Összetartó csapat vagyunk, ennek így is kell lennie. Az idősebb korcsoportbeli lányok között az Ungvári Sportiskola csapata esélyeshez méltóan szerepelt, és megszerezte az első helyet. Ugyanakkor újoncok is részt vettek a tornán. Pilipes csapata először vesz részt a tornánkon, sőt a megyében is újonc. Figyelni fogjuk őket, ahogy mondják, keressük a tehetségeket. Az ungváriakon kívül jól szerepeltek a tornán, a Kárpátalja különböző településéről érkezett csapatok is. Látjuk, hogy rohamosan fejlődik a női futball ökörmező környékén. Kialakulóban vannak a hagyományok a huszti járásban. Az ökörmezői lányok végeztek a második helyen, a huszti pedig a harmadikon. Darina Lukács jelenleg külföldön játszik, a szlovák duklában. Már megkötötték vele a szerződést. Egy másik növendékünk, Júlia, a kievi Atex csapatában játszik. A csapat a legfelső ligában szerepel. Sok ungvári lány is külföldön játszik, neveket most nem említek. A fiatalabb korcsoportban a Huszti Nárcisz lett az első, az Ungvári csapat a második, az ökörmezői lányok pedig a harmadik helyen végeztek. Ezzel viszont még nincs vége a kárpátaljai futballisták szezonjának. Varga Ferenc neves edző, játékvezető, a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség női szekciója vezetőjének emlékére novemberben rendeznek tornát.